Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lássátok az Isten műveit, félelmetes, amit az emberek között végbe vitt. Minden föld imádjon téged, Isten, és énekeljen néked, dicséretet zengjen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, mai szentmisét elhunyt Jenőért ajánljuk föl. Ma az Anya Szent Egyház megemlékezik Szent Bruno áldozó papról. 1030 körül született Kölnben. Reimsben tanult és az ottani káptalani iskola vezetője lett. Itt írta Biblia magyarázatait. 1081-ben Reimsi érsekké választották, de át kellett engednie a helyét a király jelöltjének. Erre elvonult Kártaúzi Sziklás vidékére. Itt alakította ki az első kartaúzi kolostort 1084-ben. Egy másikat is alapított, San Stefanót, itt halt meg 1101. október 6-án. A szentmise imádságait Szent Brunóról vesszük, ugyanakkor pedig ma van az aradi vértanúk emléknapja, ugyanakkor emlékezünk természetesen azokra is, akik nincsenek külön megemlítve, de a magyar hazáért adták valamilyen formában abban az időszakban az életüket. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, boldogságos mindenkor szeplőtelel Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kegyelmed, Krisztus kegyelmed,
könyörögjünk. Istenünk, te Szent Brúnót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Ninive lakóinak megtérése és az Úr nagy irgalma miatt Jónás nagyon méltatlankodott. Könyörögve fordult az Úrhoz. Uram, vajon nem erre gondoltam-e akkor, amikor még otthon voltam? Vajon nem ezért menekültem Tarzusz felé? Tudtam ugyanis, hogy te kegyes és irgalmas Isten vagy, türelmes és nagy irgalmú, aki kész vagy elfeledni a büntetést. Így hát, Uram, tégy jót velem és vedd el az életem, mert jobb nekem a halál, mint az élet. Az Úr megkérdezte tőle, azt hiszed, hogy jogos a haragod? Jónás kiment a városból, és a várostól keletre letelepedett. Hajlékot épített magának, annak árnyékába ült, és figyelte, hogy mi történik majd a várossal. Az Úr az Isten repkénybokrot növesztett oda, hogy árnyék fedje Jónás fejét, mert már bágyat volt nagyon. A repkény láttán viszont Jónás igen megörvendezett. Az Úr azonban másnap reggel férget bocsátott a repkényre. Az megszúrta a repkény gyökerét úgy, hogy az elszáradt. A tájra a napkeletkor forró szelet bocsátott az Úr, s a tűző napsugár már igen-igen sütötte Jónás fejét. Folytó melegség szállta meg, és nem kívánt már élni sem, így sóhajtozott. Az életnél jobb már nekem a halál. Ekkor az Úr így szólt Jónáshoz. Azt hiszed, hogy jogos a haragod a repkény miatt? Jónás így válaszolt. Igen, jogos a haragom, mint halálig. Erre az Úr azt mondta, te most bánkódsz a repkény miatt, pedig nem te gondoztad és nem te nevelted. Rám az egyik éjjel kivirult, a másik éjjel elpusztult. Én pedig neki mélyem Ninivét, a népes várost, amelyben 120 ezer olyan ember él, aki még azt sem tudja, hol keresse jobb vagy bal kezét. És még mennyi a jószág? Én ezért szánom Ninivét. Ez az Isten igéje. Jószágon, Uram Istenem, te irgalmas vagy hozzám. Jóságos, Uram Istenem, te irgalmas vagy hozzám. Könyörülj rajtam, Uram, mert egész nap hozzád kiáltok. Tedd vidámmá szolgád lelkét, hiszen hozzád emelem a szívem. Jóságos Uram Istenem, te irgalmas vagy hozzám. Uram, te szelíd és jóságos vagy, nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak téged. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, figyelj könyörgésem szavára. Jóságos Uram Istenem, te irgalmas vagy hozzám. Érjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál. Boruljanak le előtted, Uram, és
és magasztalják nevedet, mert nagy vagy és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül, jóságos Uram Istenem, Te vagy irgalmas hozzám. Halleluja! Adott fiúság lelkét, általa így szólítjuk Istent, Abba, Atyánk. Alleluja, Alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte az imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi. Áldjék Krisztus! Kedves testvéreim! Ma belekezdünk Lukács könyvének 11. fejezetébe, ez az első 4 versben található, amit ma felolvastunk. Ennek párhuzamát Máténál is megtaláljuk, tehát az Úr imádsága nem csak Lukácsnál van rögzítve, hanem Máténál is feltalálható. Viszont Máté kicsit bővebben írja le a mi atyánk imádságát. Hiányzik Lukácsnál az, ami Máténál többletként van. A harmadik kérés, mert itt Lukácsnál ugye 5 kérést hallhattunk, Máténál viszont 7 kérés van, és tulajdonképpen azt a módját szoktuk alkalmazni, használni, elmondani, amit Máté rögzített, nem azt, amit Lukács. Tehát hiányzik Lukácsnál a harmadik kérés, ami így hangzik: legyen meg a te akaratod. Illetve a 7. kérés is hiányzik Lukácsnál, ami így hangzik: de szabadíts meg a gonosztól. A 2 változatban lévő különbség még a megszólításban is fellelhető. Lukácsnál hallottuk, úgy szólítja meg az Istent, hogy atyánk. Máténál pedig úgy van, hogy mi atyánk. A megszólítás, hogy a 2 változat között miért vannak különbségek, erre vonatkozóan a biblikusok több magyarázatot is kitaláltak, illetve hát több magyarázattal is rendelkeznek, amiket nem ismertetnék, mert nagyon hosszú lenne belemenni. Azt viszont tudnunk kell ezzel az imádsággal kapcsolatban, hogy a biblikusok abban egyetértenek, hogy a lukácsi változat az, ami inkább megfelel a Jézus imádságának, vagyis azt, ami tisztán megőrizte ezt az imádságot. Tehát Lukácsnál található meg. A Máténál található többlet az áthagyományozás folyamán, a liturgikus használat során lett a többi kéréshez rakva. Ez nem jelenti azt, hogy meg lett hamisítva ez az imádság, vagy akár az egész Szentírás, félreértés ne essék. Tehát szó sincs arról, hogy itt hamisítás, vagy valaki kénye kedve szerint belenyúlt volna ebbe az imádságban, hanem arról van szó, hogy különböző igények lépnek föl az ősegyházban, a bizonyos közösségekben, és hozzáteszik
ezt a két kérést még, hogy ez is legyen benne. Úgy, mintha Jézus mondta volna, tehát Jézus ajkára adják ezeket a szavakat, és Máté már így rögzíti. Igen, de ezek a kérések teljesen megfelelnek Jézus szándékának. Tehát Jézus elsősorban irányvonalat akart adni ezzel az imádsággal. Nem azt mondta, hogy csak így szabad imádkozni, annak ellenére, hogy ezt az imát rögzítették, és annak ellenére, hogy az egyház hagyománya úgy emlegeti ezt az imádságot, hogy az Úr imádsága. Ugye amikor mondjuk a mi atyánkot, akkor szoktuk mondani azt, hogy akkor most mondjuk el az Úr imádságát, és ez nem más, mint a mi atyánk, ami ahogyan tanított bennünket imádkozni. Ez egy irányvonal, amit Jézus itt felvázol számunkra. Ez bizonyos bővítések a lényegi tartalmat tiszteletben tartva, tehát a lényegi tartalom az megmarad, ahhoz nem nyúlnak hozzá, és maga az elv az ott van, tehát az tisztán meg van őrizve. Tehát ezek meg tiszteletben tartásával, és abból kiindulva belefér a bővítés. Tehát Máté sem követett el bűnt, hogy azt a plusz két kérést hozzátette a mi atyánkhoz. A tény, hogy a kérések Jézus imáját követik, arra engednek következtetni, hogy a tanítványok Jézus imájának mintájára szeretnének imádkozni, hiszen azt kérik, Uram, taníts meg minket imádkozni. Nem azt kérik, hogy úgy mondd el, ahogy nekünk azt kell mondanunk, hanem taníts meg minket imádkozni. Ő pedig azt mondja, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Azért is kérhetik Jézust a tanítványok, hogy tanítsa meg őket imádkozni, mert érezhetik, hogy a megszokott és a zsidó közösségben használatban lévő imádságok már nem felelnek meg Jézus újszerű tanításának. Nem egészen felelnek meg Jézus üzenetének, az üzenet újszerűségének. Nem arról van szó természetesen, hogy azok az imádságok rosszak lettek volna, hiszen az egyház is átvette ezeket a zsidóktól. Az egyház hivatalos imádságai mind a mai napig a zsoltárok, amik mai időtől visszaszámítva azt kell mondanunk, hogy van olyan zsoltár, ami 3000 évvel ezelőtt íródott, és mind a mai napig úgy mondhatjuk, hogy aktuális. Tehát nem vetette el az egyház ezeket az imádságokat. Mindössze a tanítványok érezték, hogy Jézus tanítása szerint azok az imádságok, nem jó ez a kifejezés, hogy elavultak, de nem felelnek meg annak az újszerű tanításnak. És hát mi is volt az újszerű abban a tanításban? Az, hogy a zsidók egy távoli Istent imádtak, úgy képzelték el, hogy az Isten borzasztó távol van. Tehát van távolság Isten és az ember között. Viszont Jézus ezt a távolságot, mint ugye a fiú, a második isteni személy, áthidalta, megszüntette. Istent egészen közel vitte, vagy inkább azt kell mondanunk, hogy az embert egészen közel vitte az Istenhez. És már nem úgy szólítjuk meg az Istent, hogy Isten, ahogy ugye a zsidók ugye nem merték, hanem Jahvét mondtak, hogy az, aki van, hanem úgy, hogy atya, atyánk. Tehát ez már egy olyan bensőséges viszonyt feltételez, amely ezt a távolságot teljesen megszünteti, sőt, azon felül is. Tehát ennek az újszerű tanításnak és az Istennel való kapcsolat ilyenszerű megélésének azok az imádságok már nem feleltek meg. Valami nem stimmelt, és ezt érezték a tanítványok. Ezért kérték, hogy taníts meg minket imádkozni. És hát persze látták azt, hogy maga Jézus
hogyan imádkozik. Nem mertek hozzászólni, sokszor ugye Jézus maga el is vonult, de biztosan a fürkésző tekintetek követték őt, már a tanítványok tekintete, és lesték őt, hiszen a tanítványai voltak, és a mestert mintázni akarták. Tehát Istenről ugye ez a tanítás, hogy ő atya megkívánja, hogy a tanítványok új számukra szokatlan módon forduljanak hozzá az imádságban is. Így született meg az Úr imádsága, és így tanította meg a tanítványait, és tanítja meg mind a mai napig a tanítványait, tehát bennünket is imádkozni. Hogy az Istent atyánknak tekintsük, és atyánkként szólítsuk meg a következőkben is. Amen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszten azok közül, akikért véredet ontottad. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Aki életedet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre elhunyt testvéreinket. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, kérve kérjük fölségedet, hogy ez a szentek emlékezetére felajánlott áldozat, míg isteni hatalmadat dicsőíti, tegye hatékonnyá a mi életünkben is üdvözítő kegyelmedet, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten,
Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Bruno ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent. Életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küld el szent lelkedete kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei atyánk, irgalmaz testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent Brúnóval és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk.
Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szállapjára. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Váljuk a szent áldozásban lelkünk üdvösségére, amikor a mi Jézus Krisztus szent testet és vérvétele ne váljik ítéletemre is áldozatom. Nem jóságot hozzunk, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval is mondjuk az Isten. Íme én veletek vagyok minden nap, a világ végzetéig, mondja az Úr. Imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre.
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyben részesültünk, készítsen elő bennünket az örök élet örömére, amelyet Szent Bruno hűséges szolgálatával kiérdemelt. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek.